Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a népvéneihez. A mennyek ország olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem, ökreimet és izzadt állataimat leöltem, minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel, mit sem törődve, szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra robbant. Elküldte seregeit és felkoncoltatta a gyilkosokat, a városokat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz. A mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Ez az evangélium. Krisztusban szeretett testvéreim, az Úr Jézus példabeszédeiben olyan mélységek vannak, mert aki szól, az az Isten, aki emberré lett. Olyan mélységek vannak, hogy a világ végéig sem tudjuk mind megfejteni. A múlt vasárnap példabeszédben mondta el nekünk az Úr Jézus, hogy mi tetszik az Istennek az emberi életben. Egy szöllős gazda, a zsidó értette, azaz Isten, be akarta gyűjteni a termést. Testvérek, arról elmékedtünk múlt vasárnap, hogy az egész világ mindenségbe az Istennek semmi sem terem. Csak az, amit ő belehelyezett. Istent nem lepi meg semmi. Istennek unalmas az egész, ha tetszik. Egyedül az ember tud olyant teremni, ami a teremtéshez hasonló, ami meglepi az Istent, amiért ezt a világot teremtette. És az Úr Jézus azt mondja az utolsó vacsorán, én vagyok az egyetlen igaz szőlőtő, ti a szőlővesszők, most értjük meg. Ha benne maradunk, akkor az ember képes az ingyenes szeretetre. Ez nem az állatvilágból jön. Testvérem, ha valóban valaki ingyenes szeretetből tud szeretni, az üdvözülni fog. Az Isten nélkül lehetetlen. Mi mindig számítunk. És Isten számára nem csak az a jó cselekedet, amit ma kértünk, hogy minél több jót tegyünk, aminek a hatása pozitív. Tehát, hogy valakinek pénzzel segítek, mert nagy bajba van. Ez önmagában egy jó tett. De az Isten nem ezt nézi csupán, hanem miért tettem? Azért, hogy dicsérjenek? Azért, hogy majd százszorosan visszakapjam dicséret kórusával? Erre mondja a teológia azt a rettenetes dolgot, hogy csak a megszentelő kegyelem állapotában tett jó cselekedet számít az Istennek. A többi csak előkészület. Mert nem az isteni szent háromság gyökereiből fakadnak. Már belevittem valamit, ami a bűn, a hiúságot, a számítást. No, erről elmékedtünk a múlt vasárnap. Egyébként a mi szívünket is az dobogtatja meg, ha ingyenesen szeretnek minket. Igen, mert Isten képére vagyunk teremtve. Ma egy másik emberi tulajdonságot vár az Úristen, a vele való ünneplést. Izaiásnál már megmondja, hogy egyszer levesz
leveszi a gyászleplet, amely a népeket takarja, örökre megsemmisíti a halált, ami Urunk és Istenünk letöröl az emberi szemekről minden könnyet, lemossa a népről a gyalázatot az egész földön. Az Úr Jézussal elkezdődött ez az ünnep. Ő magát vőlegénynek nevezi. Izrael vőlegénye az Isten. Na, nagyon súlyos, amit mond. Amíg itt van a vőlegény, nem böjtölhettek. Vele elkezdődött az az ünnep, amely nem ér véget, amely sohasem romlik meg. Egy ember, egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Az evangélium minden mondata érthetetlen, Jézus Krisztus halála, föltámadása és a Szentlélek kiáradása által. Csak a föltámadásban tapasztalták meg az apostolok, hogy a názáreti Jézus a második isteni személy, aki emberré lett. A király az Isten, mennyezőt rendezett az ő fiának, vagyis öröktől fogva elhatározta, hogy megtestesül a második isteni személy. A teremtésben egy ünnep van, és azok hivatalosak rá, akik az ő fia képére teremtettek. A szabadsággal rendelkező, szeretni képes ember. Egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Ez az univerzum egy mennyegző, egy ünnep. Az Istenség mélységeiben örök ünnep van. Unalom nélküli ünnep, mert ingyenes szeretet van. És az értelmes lényeket, az angyalokat és az embereket arra teremtette, hogy kiemelkedve az anyagi világnak és az állati világnak a szükségszerűségéből felszabadulva, vele kapcsolatba lépjenek. Tessék, mert az ünnep lényege az, hogy Isten van és szeret. És amikor az emberiség szakított az Istennel, a bűn az ünneprontás. Megromlott az ember ünnepe. És akkor megromlott az is, ami nem ünnep, ami a két ünnep között van. Betölt a világba a depresszió és a hamis ünneplés. Nézzünk csak körül. Akik nem ismerik Istent, akik nem tudják, hogy Isten elküldte a fiát, aki emberré lett, meghalt értünk, föltámadt, kiárasztott a Szent Lelket. Akik nem tudják, hogy mi történik vasárnaponként a katolikus templomokba, hogy a Szentlélek ide hozza a föltámadt Krisztus az ostyába. Marad a depresszió. Nincs értelme semminek. Az ünneplés, ünneplés nélküliség véglegessége. Vagy marad a hamis ünneplés, amikor leisszák magukat. Az nem ünnep. Az ünnep lényege, nincs értelme semminek. Az az állandó szilveszterezés, ami végigmegy az egész nyugaton. Az a dübörgő, értelmetlen, hülye bulizás. Az egy kétségbeesés, hogy nincs értelme az egésznek. Megromlott az ünnep, mert Istentől elszakadt az ember, és megromlott az is, ami nem ünnep. A megtestesüléssel, hogy az Isten fia belépett ebbe a világba, a hétköznapi élet is, és az ünneplés is meg lett váltva. Vagyis Istenhez lett kapcsolva. Jézusban a második isteni személy emberi életet élt. Csak míg az ünneplés nyíltvánvalóan együttlét az Istennel, addig a hétköznapi élet egy rejtett együttlét. Tehát az Isten nem csak az ember ünnepét váltotta meg, hanem az hétköznapjait is. Csak az ünnepben tárul föl a hétköznap lényege, hogy velünk van az Isten. A vasárnapi eukarisztia, a Szent Mise föltépi a hétköznapok rejtettségében folyó ünneplés. Megint egy áttörésnek kell történni az életünk. Testvérek, vasárnapról vasárnapra olyan fönséges világba lépünk. Mindig egy új létmódra kapunk meghívást. A hétköznapok, vagyis a munka, a problémák, a betegség, a szenvedés, a magára hagyatottság.
és a vasárnapi ünnepi misének ugyanaz a lényege, hogy velünk van az Isten. Csak vasárnap nyilvánvalóan, hétköznap rejtetten. Ezen példabeszéd megértése azonos Jézus megértésével, hogy kicsoda a názáreti Jézus, és mi az ő jelentősége az ő életének, halálának és föltámadásának, vagyis, hogy valóban beteljesedett Izaiás jövendelése. Isten levette a leplet, amely takarta a népeket. Latinul reveláció. Levenni a leplet, kinyilatkoztatni. Isten kinyilatkoztatta, hogy szent háromság, és van örök élet, és van föltámadás. Örökre megsemmisítette a halált, mert Jézus Krisztus föltámadt, tehát nyilvánvalóvá lett, a mi halálunkkal halt meg, hogy a haldoklásunk közben is ott van az Isten, a halál pillanatában is ott van az Isten, és a halál után is ott van az Isten. Lemossa népéről a gyalázatot, vagyis bűnbocsánatot adott. Isten velünk van, ez az ünneplés lényege. Testvérek, mindig velünk van, csak a bűnben nem, mert akkor mi kizárjuk. És azzal, hogy megtestesült, hogy Istennek teste van örökké, hogy a második isteni személy nem magára vette az emberi természetét, mint hogy egy bábut mozgatok, hanem egy homo factus est, emberré lett, tanult, megijedt, félt, sírt, szenvedett, meghalt. Ez azt jelenti, hogy fölemelte az emberi létet az ünneplés szintjére, vagyis mindig velünk van most már az Isten, a Krisztusban hiszünk. Nincs profán és szakrális a mélyben, de van szent mise, ahol felismerhetjük, hogy a profán életünk szentséges élet. Milyen nehéz ezt megtanulni, mert a pogánynak ez ketté hasadt. Van egy ünnep, amikor áldoz az Istennek, hogy ne legyen baj, aztán utána hagy békén minket. Azt csináljuk, amit akarunk. Testvérek, az emberi életben, mivel Krisztus megtestesült, minden szent. Szent az, hogy valaki férfi, és szent az, hogy nő. Szent a nemiség. Szent az, hogy nincs munkánk. Szent az, hogy van munkánk. Szent a kánai mennyegző. Szent az ige hallgatása, és szent a csönd. És szent a haláltusa, és szent az ember halála. Vagyis, ha Istennel van együtt, a szenttel. Így az ünneplet helyreállítva, ahol felragyog a hétköznapoknak a lényege. Azt mondja a II. Vatikáni zsinat, a szentmise, a vasárnap forrás és csúcspont. Ahonnét a hétköznapok megkapják a maguk táplálékát, és az a magas szint, ahova fel kell jutni. Testvéreim, a világban semmi sem ünnepel. Azt csak beolvasok, a csillagok nem ünnepelnek. A virágok nem ünnepelnek. Az állatoknak nincs vasárnap. Nincs névnap, nincs születésnap. Mert nem tudják, hogy vannak. Az állatnak nincs karácsony, húsvét. És hány embernek nincs se húsvét, se karácsony, semmiféle ünnep. Maga talál ki hamis ünnepeket. Egyedül az ember képes ünnepelni. Homo festivus. Ünneplő állatfajta. Vagyis nem állat. Egyedül Isten tud ünnepelni, és az ember. Testvérek, ne nézzük le az ünnepet. A lényege az, hogy semmi hasznos nem történik, mert a szeretetnek nincs haszna. Annak nincs haszna, hogy éneklünk, és aki nem énekel a misén, nem érti a mise lényegét. Annak nincs haszna, hogy megtömjénezzük az oltárt, titeket, az evangéliumos könyvet, vagyis Isten jelenlétére hívjuk fel a figyelmet. Annak nincs semmi haszna, hogy virágokkal díszítjük a templomot. Annak nincs semmi haszna, hogy szól az orgona. Annak nincs semmi haszna, hogy vasárnapunk van. És éppen ez a legnagyobb. Mert mi olyanra vagyunk teremtve, aminek nincs haszna. Az örök boldogságnak nincs haszna. A szeretetnek nincs haszna. A vasárnap egy olyan beavatás
antropológiai, embertani beavatás az emberi életbe. Csak ragadjuk meg ezt a mélységet. Kis testvéreim, hát akiket nem hívott, akik nem jöttek el a mennyegzőre, azokat fölkoncolta a király. Tudni kell ezt értelmezni. Magukat koncolták föl. Mert az Isten nem kárhoztat el senkit. Hanem mivel egy örökké valóság van, Isten magát jelölte ki az ember boldogságának, amikor az ember emellett dönt, ez ellen dönt, akkor döntött az értelmetlenség a pokol mellett. Egy örök élet Isten nélkül maga a pokol. Nem kell ott kínozni senkit. Megy tovább valamiféle élet, és nem lesz vége. Iszonyat. A mennyország nem ennek az életnek a folytatása, hanem a föltámadt Krisztussal fölemelkedés egy isteni színre. És az utolsó napon új ég és új föld lesz, mely az igazság otthona, írja Szent Péter. Ezt hordozzátok a szívetekbe akkor is, amikor a hétköznapban rátok borul a sötétség. Egy igazi keresztény kell, hogy megszeresse azt, ami nem ünnep. Hogy felfedezze a sötétségbe, a szenvedés, vagy ott van az Isten velem. Hogy a hétköznapok mögött, a mélyén örök ünnep van. Van valami a hétköznapi életben, ami hasonlít a Szent Miséhez. Amikor nagyon sokat szenved az ember, és mégis szereti az Istent, akkor ingyen szereti. Ez az ingyenesség, ez új a világ mindenségbe. Egészen új. Azt mondja Alakok Szent Margit, akinek az Úr Jézus méltóztatott többször megjelenni. Így, valóságban. Testvérek, ne kívánjuk, mert az a dicsőség, az az öröm szinte tönkreteszi az embert. Nem nekünk való még az örök boldogság. És Margit azt kérte, Seigneur donné moi des ennuis. Adj nekem, Uram, unatkozásokat, sivárságot. Mert szeretnék ingyen szeretni téged. Így emeli föl Isten a bűnben depressziósá vált életünket az ünnep szintjére, hogy megértjük, hogy vasárnap fényéből a hétköznap az, ami sivár, ami letaglóz, ami szenvedést okoz, ott a mélyén velem van Isten, csak akkor nem érzem, nem tudom. Köszönöm, hogy van ilyen idő. Köszönöm, Uram, hogy úgy szerethetlek a te mennyországod nélkül. Érzések nélkül. Testvérek, fölfogjátok ezt? Fölfogjátok, mert itt vagytok. Ez a kereszténység csúcspontja. Isten szeretni a mennyország nélkül. Minden nélkül. Ez beavatás abba, hogy a feleségedet és a férjedet és a gyerekeket is. Azért nem csak azért kell szeretni, mert annyi jót adnak. És árad belőlük az érzelem, az ölelés, a boldogság. Nem. Várd már azt, hogy egyszer ingyen szerethesd őket. És ma mi van? Azt propagálják, hogy akkor hagyd ott, rúgd el, válts feleséget. Az ünneptelenségre, a pokorra készítik fel az embert. Persze, hogy tudnák, hogy ott a sötétségben, a sivárságban én most adhatok valamit az Istennek? Hogy egyszerűen kitartok mellette, és tudom, Uram, akárhogyan elbújsz, itt vagy, mert emberré lettél. Ha nem ismerik a mi vasárnapunkat, ha nem ismerik a szent áldozást, nem ismerik Jézust, akkor hogyan lennének képesek ingyen szeretni az Istent? Urunk Istenünk, te vagy az a király, aki ünnepet rendeztél a te fiadnak, öröktől fogva elhatároztad megtestesülését a Szentlélek által a szűzanyától, hogy a megromlott ünnepünket és a megromlott hétköznapunkat megszenteld.
Ő, aki érettünk áldozta életét, utolsó estéjén kezébe vette kenyeret s a bort, azt mondta, hogy én veletek vagyok minden nap. Köszönjük a vasárnapot, ezt az egyértelmű ragyogást, ezt a gyönyörűséget, ezt a vigasztalást, amikor letörölsz minden könnyet a szemünkről, ha hagyjuk, de most szeretnénk megköszönni a ránk váró szenvedést is. Az érzelem nélküliséget, a hétköznapokat, a sikertelen munkát, hiszen te akkor is velünk vagy. Tehát az, ami nem ünnep, annak a mélyén ott van az ingyenesség ünnepe. Amen.